együtt a mai képviselőtestület ülésen. Megállapítom, hogy a testület 10 fővel határozat képes tárgyalomrozást jeleztek. Fülöp Zoltán és Varászi László képviselő urak, jelzőkön kitelesítők Malackó István és Varsaki Judit lesznek. Az írásban kiküldött napirendekben a sorrendben van változás, mert a napsugár és sorváltogond a bővítése, felújítása, közbeszédési eljárás eredményéseképpen javasoljuk napirendek elé venni. Ezt követően tárgyalnánk a kiegészítő indítvány az MLS labdarúgó programjához való csatlakozást. Aki ezt a módosítást elfogadja, jelezze készletartással. Megállapítom, hogy mindannyian elfogadtuk, hogy ebben a bizottságban által is tárgyalt sorrendben folytatjuk a munkát. A két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót itt a testületülésen nem kívánom részletezni. Bizottsági ülésen részletesen összefoglaltam, illetve részletes tájékoztatást adunk a honlapon és a város Facebook oldalán is az eseményekről. Minden esetre annyit azért összegeznék, hogy egy rendkívül pörgős évzárás és évkezdés van mögöttünk. Aki látja, figyelemmel kíséri a híreinket, az látja, hogy elkészült a Schindler beruházás, a műszaki átadás egy 300 millió forintos jelentős környezetvédelmi akciót fogunk tudni lezárni sikeresen. Más települések ellentétben meg tudtuk menteni a lakótelepi kispostát, úgyhogy ez önkormányzat biztosítja a következő időszakban a munkát. Dolgozunk a költségvetésen, és a mai ülés apropója is, hogy minél előbb el tudjunk kezdődni a napsugároda felújítási munkája. Ezért, miután a bizottság megállapította azt a végeredményt, amit most a testület elé terjesztettünk, erre vonatkozóan is meg tudjuk hozni a döntést. Két ülés közötti eseményekben az írásos tájékoztató rendkívül részletes. Ha van kérdés, szívesen válaszolok. A bizottsági ülésen is beszéltünk még ráadásul ezekről. Néha az egyebekben is volt a felvetések. Ha nincs kérdés, aki elfogadja, jelezze készletartással. Egy hangulag elfogadjuk. A bizottságok javaslata alapján a bővítési felújítási közbeszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítaná a képviselőtestület. A nyertes ajánlattevő a Fárosz 95 sportpálya építő Kft., aki nettó 529.960.727 forinttal ajánlatjárral nyerné meg az eljárást. Az összegzés kihirdetésére azonban csak akkor kerülhet sor, hogyha a miniszterelnökség közbeszerzési és felügyeleti főosztálya egy támogató tartalmú tanúsítványt is ad ennek az eljárásnak a szabályszerű lebonyolításához. Az érvényes döntéshez feltétlenül szükség van arra, hogy nettó 24.960.727 forinttal kiegészítsük a 2024 éves költségvetés terhére az egyébként rendelkezésre álló 505 millió forintos nettó beruházási összegünket, és végeredményében pedig a képviselőtestület felhatalmazná a polgármester urat arra, hogy a fennmaradó különbözetet az irányító hatóságtól többlettámogatási igény benyújtásával próbálja meg megszerezni. Köszönöm. Kérdések a területterjesztéssel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor szavazunk. Hoffmann Pál, Ági Csandor, Csúcsa István, Karka Zsuzsanna. Igen. Gergyi Csillés. Igen. Kis László. Igen. Malackó István. Igen. Vastaki Judit. Vejmora István. Igen. Bukon Máté. Igen. Következő a kiegészítő indítvány a Magyar Labdarúgó Szövetséggel való együttműködésről. Van-e kérdés, bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanta. Csúcsa István. Karka Zsuzsanna. Igen. Gergi Csillés. Kis László. Igen. Malackó István. Igen. Vastaki Judit. Igen. Vejmola István. Bukov Máté. Igen. 10 igen. Az étkezési kérítési díjak felülvizsgálata az előterjesztésből kiderül, hogy itt az élelmiszerinflációval számoltunk az emelésnél, ami 25% volt. A bizottság tárgyalja, tárgyalta és elfogadása javasolja ezt a felülvizsgálati végeredményt. Van-e kérdés? Ha nincs, aki elfogadja, nyilatkozik? Nem kérdezem. Kézbetartással szavazunk. Megállapítom, hogy mindannyian elfogadtuk az előterjesztést. A konzorciumi megállapodás helyi humán fejlesztések ellenőrzési pályázaton való részvételhez. Itt összefoglalóként annyit a bizottság tárgyalata részletesen végigvettük. Közel 20 tököli közösség tud többletforráshoz jutni ezen a pályázaton keresztül, és miután a pályázatnak eszközvásárlási lehetősége is van, abban bízunk, hogy sikeres pályázat esetén a gyermektábor berendezését is meg tudjuk újítani. 3-6 millió forint körüli összeg az, amit a közösségek ebben a pályázatban 3 év alatt föl tudnak használni az általuk megfogalmazott rendezvényekre. Van-e kérdés? Nincs, aki elfogadja. Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanta. Igen. Csúcsa István. Karka Zsuzsanna. Igen. Gergi Csillés. Igen. Kis László. Igen. Malackó István. Igen. Vastaki Judit. Igen. Vejmola István. Igen. Bukov Máté. Igen. Tökölváros önkormányzata környezetvédelmi programjának véleményezési változatának jóváhagyása. A bizottság tárgyalta, a bizottságról is hangzottak is el vélemények, de a bizottság az anyagot véleményezésre megfelelőnek tartja, ezért várjuk a véleményeket és az írásban megkapott véleményeket követően dolgozik át az anyagot. Képviselőasszony? Nem szeretném újra részletesen elmondani, ugye még ráadásul még jóval több mindent fel tudnék sorolni, amiről úgy gondolom, hogy egy kicsit hozzá kéne nyúlni ez az anyaghoz. Azt szeretném egyrészt megkérdezni, hogy írásban jegyzi asszonynak, vagy kinek legyen megismerni, milyen határidővel? Azt terveztük, hogy a lakossági véleményezésre 30 napot adnánk, úgyhogy 30 napot elmondja a képviselőasszony. Jó, de szeretném azért, hogy ez ügyezben lenne mindenképpen szükségesnek tartom egy kicsit még finomítani az anyagot, és részletesebbé tenni az, ami kifejezetten a tudói dolgokra vonatkozik. Ha megérkeznek az észrevételek, ezt mind-mind végig fogjuk egyeztetni. Jó, akkor elérkezünk. Igen, köszönöm. Köszönjük szépen, aki egyetért az anyag nyilvánosságra hozatalával. Az jelez egész feltartással. Tartózkodás ellenszavazat nincs. Köszönjük szépen, egy hangon elfogadtuk. Az intézmény ingatlan és helység hasznosítások során új bérleti díjakat állapítottunk meg, majd felülvizsgáltuk a korábbiakat. A 17,5%-os infláció mértékével emelkedtek a bérleti díjak az intézményekben. Bizottság tárgyalta, módosító javaslat nem érkezett. Név szerint szavazunk. Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanta. Gergi Csillés. Igen. Csúcsa István. Karka Zsuzsanna. Igen. Kis László. Igen. Malackó István. Igen. Vastaki Judit. Igen. Vejmola István. Bukov Máté. Igen. 10-es. Az oboldáki bölcsőde zárvatartás, illetve az ügyeleti rendek kialakítása, ugye ez az intézmények közötti egyeztetéssel alakul ki, a bizottság átnézte ezt és elfogadásra javasolja. Van egy kérdés? Ha nincs, akkor szavazunk. Hoffmann Pál. Kézfenntartással szavazunk. Bocsánat. Egyelőre. Tartózkodás. Ellenszavazat. Nincsen. A napsugár és szivárvány nap között hasonlóan, de együttműködéssel tökölünk birkózó esével. Ez tulajdonképpen az eddig jól működő együttműködés folytatása. Elfogadásra javasoljuk. És név szerint szavazunk. Még egyszer Hoffmann Pál. Igen. Ági Csanta. Igen. Csúcsa István. Karka Zsuzsanna. Igen. Gergi Csillés. Kis László. Igen. Malackó István. Vastaki Judit. Igen. Vejmola István. Igen. Bukov Máté. Igen. Ízik. Köszönjük szépen. A gördülő fejlesztési tervünk a víz csatorna szolgáltatással kapcsolatban
2023-ról 2027-ig a felújítási és portlási tervészet meghatározása, vagy ennek a módosításnak a jóváhagyása, ami egy rendkívül érdekes helyzetben történik, hiszen hoztunk döntést ennek a vagyonelemnek az államhoz való átadásáról, de egyelőre folytatódik az együttműködésünk a fővárosi vízművekkel. Javasoljuk ezt a módosítást elfogadni. Van-e kérdés? Vagy nincs elfogadja? Hoffmann Pál, Ági Csanta, Csúcsa István, Barka Zsuzsanna, Gergi Csillés, Kis László, Kis István, Vaslap Júlia, Vejnola István, Bukov Máté. A következő napi rend létszámsorolási kérelmek megfogadása, amennyiben a képviselők ugyan elfogadják a kérelmet, akkor a művelési központban is a szivárvány óvodában lehetséges új munkavállaló felvétele. Aki elfogadja, jelezze készletartással. Hoffmann Pál. Ági Csanta. Csúcsa István. Farka Zsuzsan. Gergi Csillé. Kis László. Palackó István. Vaslap Júlia. Vejmola István. Bukov Máté. Igen. 10 igenes van. A közösségi támogatások határidős célmódosítási kérelmére vonatkozó előterjesztésben 2 kérelem van, a Tögöri Polgárőrség és a Szentes Városforgó egy hosszabbítási kéréssel a testület felé. A bizottságot tárgyalták és a hosszabbítást támogatni javasolják. Név szerint szavazunk. Hoffmann Pál, Ági Csanta, Csúcsa István, Barka Zsuzsanna. Gergi Csillés, Kis László, Malackó István, Vaslaki Judit, Vejmola István, Bukov Máté, 10 igen, 1 hang. Köszönjük szépen az egyebekben. Ugye meglepetéssel készültünk, örülünk az elismerő szavaknak, ami az első többi képesség megjelenésére vonatkozóan hozzánk, Malackó és hozzánk érkezett, és fogadjátok szeretettel a másik könyvet is, amelyet Magyarországi Váriak egy helyeket mutat be egy rendkívül szép kiadványnal. Értem év végén tavaly nem tudtunk találkozni ezekkel az ajándékokkal, és szeretnénk az új évet kezdeni. Bízunk benne, hogy ugyanolyan törgős jó évünk lesz, mint a 23-as volt minden a nehézség ellenére, hiszen azért azt látjuk, hogy a sikdarabok rekultiváció magunkban is nagyon nagy feladat volt, és nem nagyon kevés településen tudnak most 700 millió forintos intézményi fejlesztésbe, nevelési oktatási intézményre fordítható összegben gondolkodni. A mai döntésünkkel hozzájárultunk ahhoz, hogy ez a munka minél előbb meginduljon, a munkaterületek átadásra kerüljenek, és lehetőleg ebben az évben a dolog befejeződjön. Ha már ezzel szárom, akkor azért azt mondja a köszönetet mindenkinek, aki az óvodák átköltözésében segít. Ez a Horváth óvoda esetében komoly szülői segítséget jelentett, és nyilván így lesz a Napsugár óvodánál is. Önkormányzati munkatársaknak is köszönjük, és mindenkinek, neveli pedagógusoknak és szülőknek is, hogy segítenek ebben az átállásban, és hogy türelemmel elfogadják ezt a változást. Egyebekben van-e kérdése? Valakinek jegyzi azt mondani? Pályázatási kötelezettségem. Polgármesteri hivatalban is volt személyi változás. Tomas Kisztiné Judit, a igazgatási irodánk vezetője, december 31-jel más munkahelyre távozott. Jelen pillanatban megbízással, helyettesítési megbízással látjuk el a feladatot, de a Zsalek kolléganőmet bíztam meg az irodavezetői feladatok ellátásában. Köszönöm. Még az egyébben, ugye a bizottságban sem mondtam, de lehet, hogy azért fontos, hogy azt még elmondjam, hogy a természetesen a hivatal végrehajtotta azokat az elsorolásokat, amely a pedagógus bérelésére vonatkozik, és ismertettem is azokat a számokat, amelyek az új helyzetben a vezetőket, illetve a munkatársakat megilletik. Köszönjük szépen, nincs senkinek. Februárban mikor nőván? Február 15-e csütörtök a költségvetési
javaslatunk tárgyalását tervezzük erre az ülésre, és a rendesülés pedig a szokásos negyedik hét csütörtökén, 29-én, bocsánat. Köszönöm szépen mindenkinek! Köszönöm a bárat!